$10.000 büntetést kapott Serena Williams Wimbledonban, amiért a verseny előtt az ütőjével megrongálta a pályát. A 24. Grand Slam torna győzelmére hajtó amerikai, aki már az elődöntőben jár, miután kedden legyőzte honfitársát Elizabeth Riskyt, egyelőre nem kommentálta a büntetést. A bírság tényét a verseny egyik szóvivője is megerősítette, de nem árulta el, hogy mikor és pontosan milyen incidens történt. Idén Williamsé volt a harmadik pénzbírság. Az olasz Fabio Fognini-t $3.000-ra büntették, amiért harmadik körös veresége után nem megfelelő szavakkal illette a verseny szervezőit, a második körben Rafael Nadal ellen elbukó ausztrál Nick Kyrgiosnak pedig összesen $8.000 kell fizetnie kétszeri sportszerűtlen viselkedéséért.